Mondtam, hogy keresztény családban nőttem fel, a nagymamám keresztény volt. Olyan családban nőttem fel, ahol még csodásan lehetett beszélni. És tudtam és hittem azt, hogy van Isten, aki ezen a sorson, amiben én éltem, tud változtatni. Eljártam a gyülekezetbe, Verbelétre, és nagyon sokat imádkoztam a férjem. 27 évig imádkoztam a férjemig, még azt mondtam, hogy ő is megtér. Elmondom, hogy nagyon rossz ember volt, ivott, csavar volt, mindent csinált, csak azt nem csinálta, amit kellett volna. És ott tartottam, hogy beadtam a vállóbert, el akartam tőle válni, és az Úr megszólított engem. Mondtam az Úrnak, hogy Uram, elegem van ebből az emberből, én már ott hagyom, nem élek vele, nem kötelező nekem szenvedni ő vele. És az Úr azt mondta, hogy nem, böjtölj. Hát mondom, én nem böjtölj. De utána először mondta, hogy még egyszer mondta, hogy te igen, böjtölj. És elkezdtem böjtölni. Mondtam, hogy Uram, ne haragudjál, most romák közt vagyok, romák közt dolgozom, elmegyünk a szőlőbe, lássák, hogy én nem eszek, akkor a romák mindjárt kezdenek kínálgatni, ugye, hogy na, egyél már meg minden. Na mondom, Uram, engedd meg, hogy csak egy kiflit egyek, hogy a romasszonyok ne kínáljanak engem enni. És akkor ez így is történt. 3 napig böjtöltem, de nem tudtam, hogy miért kell böjtölnöm. Elmúlt a bőt, elmúlt a harag, minden maradtam tovább, nem vártam a férjemtől. És azt vettem észre, hogy nem iszik a férjem. Nem iszik, nem csavarok. Én nagyon vártam a vasárnapi napot, hogy elmenessek tiszteletre, mert nagyon szeretem az Urat. És egyszer a Szent Szellem megszólított engem, hogy mondd a férjemnek, menjen veled a gyülekezetbe. Mondtam, nem mondom én, mert ő úgyse jön. És akkor megszólított újra, hogy de igen, mondd, hogy menjen veled a gyülekezetbe. És én megkérdeztem, hogy Gabi, jössz a gyülekezetbe? Akkor ő belugrott, elkezdett fürödni, borotválkozni, és azóta is jár a gyülekezetbe. Dicsőség az Úrnak. Így tért meg a férjem. Köszönjük szépen, és